Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Nexus Televízió politika, társadalom, közélet rovatát látják, és ma ismét a közelgő nagy eseményről, a Magyarok Országos Gyűléséről fogunk beszélgetni. Beszélgető partnerem Kardosné Gyurkó Katalin, aki a Nagy Családosok Egyesületnek a képviseletében van itt velünk. Kedves Katalin, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és itt van. Köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves nézőket. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nagyon fontos információ, akihez még nem jutott el, hogy ebben az évben ismét megrendezésre kerül a Magyarok Országos Gyűlése. Még egyszer elmondom, Magyarok Országos Gyűlése. Augusztus 7-én, 6-án és 7-én Ópusztaszeren mindenkit nagy szeretettel várunk. De mi is lesz ott? Hát rengeteg esemény, előadás, kirakodóvásár, de ami a legfontosabb, ezen a rendezvényen ismét találkozhatunk egymással. Ott lesz a Nagy Családosok Egyesülete is egy önálló rendezvény sátorral. Katalin, azoknak a kedvéért, akik most hallják először, vagy csak eddig még olyan felületesen hallottak a Nagy Családosok Egyesületéről, tételezem ezt fel azért, mert hogy a statisztikák szerint fogy az ország lakossága, tehát egyre kevesebbek érintettek sajnos a nagycsaládosok körével. Mikor alakult ez az egyesület, és mi a tevékenysége, hogy egy pár szóban összefoglalná? Igyekszem. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete az 1987-ben alakult, tehát idén 35 éves a szervezetünk. Körülbelül 15 ezer tagcsaládunk van, ez 70 ezer embert jelent. Például a 16 és 22 év közötti korosztályban csak 7 ezer tagunk van a szülők révén, tehát egy hatalmas szervezetről beszélünk, egy régi klasszikus civil szervezetről. Három pilléren nyugszik a mi tevékenységi körünk, egyfelől az érdekvédelem, az értékfelmutatás és a közösségépítés. És azt gondolom, hogy az utóbbi kettő az, ami leginkább kapcsolódik a Magyarok Országos Gyűléséhez, és ki is fogjuk majd fejteni, hogy miért leszünk ott valóban jelen. Több mint 200 helyi szervezetünk van az országban, és ha megenged egy nagyon-nagyon picike kiigazítást, hogy hála Istennek azért a három gyermekesek aránya az növekedett az elmúlt időszakban a társadalomban, így a tagságunkban is növekedett. Örülnék, hogyha minél többször hallhatnánk ezt, és minél inkább ki kellene igazítani az ilyen szkeptikus véleményeket, és reméljük, hogy a tendencia is megmarad. Tudjuk azt, hogy a kormányunk is tett ezért az elmúlt esztendőkben elég sokat, hogy segítse a gyermekvállalási kedvet, azonban ez a, és a maga részéről ugye volt egy családsegítő minisztérium, vagy valami ilyesmi, de családjogi minisztérium családjogi, volt. Igen, de most aztán felmentették a miniszterasszonyt, és köztársasági elnök lett, de hát ebbeli minőségében lehet, hogy sokkal többet tud tenni a családosok. Igen, de az elmúlt 6 évben például a Nagycsaládosok Országos Egyesületének a taglétszáma is 6000 családdal növekedett. Tehát évről évre bővülünk, évről évre egyre többen csatlakoznak hozzánk, hála Istennek. Tavaly például 635 újszülöttünk született, minden évben van egy nagyon kedves babaköszöntő programunk, ami szintén egy értékfelmutatás és egy közösségépítés, hogy azok, akik előző évben születtek, azokat köszöntjük, illetve az ország minden részéről meghívjuk őket, hogy együtt legyenek, és hogy egymást ismerő közösségé szerveződjenek a jövőben. Szándékunkban áll a későbbiek során rendszeresen foglalkozni ezzel a témakörrel, hiszen nagyon sokan vállalnak áldozatos munkát azért, hogy ez a vállalási kedv minél jobban megjelenjen a fiatalok körében. Én azt gondolom, hogy méltatlanul el vannak hallgatva, legalábbis az én rendelkezésre álló információim szerint a védőnök és az ő munkájuk, hogy mennyire komplex és mennyire összetett, de erről majd egy másik műsorban beszélgettünk most. Nézzük a rendezvényt, amelyiken ott lesznek, milyen formában és hogyan, és hogyha ezekről elmondaná a részleteket, amit a nézőknek mindenképp tudni kellene. Én azt gondolom, hogy kettő oldalról érdemes ezt megközelíteni. Az egyik maga az elméleti, hogy a Nagycsaládosok Országos Egyesülete az vajon miért kapcsolódik a Magyarok Országos Gyűléséhez, a másik pedig majd a tartalmi elemek, hogy mi az, amit viszünk. Tehát azt gondolom, hogy a Magyarok Országos Gyűlésével nagyon sok közös vonásunk van.
Az egyik az például, hogy 2010-ben mi is szerveztünk volna egy nagy országos találkozót, amit a Covid miatt el kellett halasztani, és már úgy volt, hogy a korábbi években is csatlakozunk hozzájuk. A másik pedig az, amit gondolunk. Tehát, ahogy említettem az előbb is, az egyesületünknek nagyon fontos az értékfelmutatás és a közösségépítés. És én hiszek abban, hogy erős családokra van szükség azért, hogy erős nemzetünk legyen. És ezek nem csak csupán szavak, hanem a család az, ahol a gyermek tanul, tapasztal, mintákat lát. Ezt próbáljuk mi is, ezt a jó példát megmutatni és közvetíteni. És nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyermekek ismerjék a múltat, a család múltját is, de ismerjék magának a nemzetnek is a múltját. Tehát a családokból épül fel a nemzet, és én úgy érzem, hogy a Noénak ott a helye, hiszen ez az egész program is megerősít bennünket, megismerteti a múltat a családokkal, a gyermekekkel játékosabb és komolyabb formában is. Tehát ilyen téren egy irányba nézünk, értjük egymást. Hát nagyon szép gondolatok, és remélem, hogy egyre többen értjük és tesszük magunkévá ezeket a gondolatokat. A rendezvény a Magyarok Országos Találkozója úgy épül fel, hogy mindenki megtalálja, minden korosztály és mind a két nem megtalálja magának a megfelelő programokat, tehát ezt Ferkótól konkrétan beszélgettük tegnap, hogy tudatosan úgy építette a programokat, hogy na, a férfiakat biztos ez érdekli jobban, de közben a feleségeknek is legyen önálló programjuk, de a gyerekeknek is akár, legyen a fiatalabbaknak, a felnőttebb korosztálynak is tartalmas időtöltési lehetőség. De a legfontosabb az, hogy találkozzunk egymással és ismerkedjünk. Nagyon fontos, hogy lesznek nagyon színvonalas előadások. Úgy tudom, 5 a Nexus TV sátrával együtt 6 tematikai sátor lesz, melyikben mindegyikben ragyogó programok lesznek. Ugye vállaltuk azt, hogy amennyire lehet képességeinktől, amennyire engedi, ott leszünk minden sátorban, és az értékesebb programokat rögzítjük azért, hogyha valaki valamelyikről lemarad, akkor ne legyen az a hiányérzés, hogy jaj, most akkor erről lemaradtam, azt majd a Nexus TV műsorán később meg fogja tudni nézni. A 2 napban önök hogy szervezik a saját programjukat? 2 sátorral leszünk jelen, és én nagyon-nagyon hálás vagyok a délalföldi régiónknak, hogy nagyon aktívak. Az egyik sátorban a gyerekeknek fogunk foglalkozásokat tartani és készülni. Ezek a foglalkozások illeszkednek a Magyarok Országos... Bocsánat, milyen korosztálynak körülbelül tolig ezek a foglalkozások? Tehát szerintem, hogyha szülővel jönnek, akkor már 4-5 éves kortól, de 6 éves kortól egészen 12 éves korig. Tehát nem nagyon fontos, de fontos az, hogy ez ilyenkor tud ez a kézműves foglalkozások, hogyha a szülő is szeretne ott lenni, akkor ez egy mi idő is, és egy én idő is tud lenni. Tehát egyfelől nagyon sokszor leülnek az édesanyják is a gyerekekkel, és ők maguk is készítenek. Másfelől pedig van, amikor az anyuka szalad a másik gyerek után, és azt mondja, hogy csak itt hagyom, készüljön el az a tárgy. A délalföldi régióban, ahogy említettem, a különböző településeken lévő önkéntes egyesületeink, vezetőink, azok, akik egy-egy kézműves foglalkozást szerveztek, lesznek bőrékszerek készítése, karkötő, nyaklánc, lesznek kékfestővel babakészítések, lesznek népi motivumokkal ékszerkészítések szintén. Ezek mondjuk igazából inkább lányos dolgok. Most, hogy gondolkodtam rajta, hogy biztos hölgyek szervezik elsősorban ezeket a kézműves foglalkozásokat, mert hogy ebben még kardozás, meg ostorcsatoktatás még nem volt benne. De ez most lehet, hogy igen, lehet, hogy egy kicsit lányos lett a Noé sátor profilja. Hát nagyon modern világot élünk, ugye? Tehát, fogom jelezni a kollégáknak, hogy egy kicsit esetleg egy fiús programot is illeszünk bele, de nekem azt mondták, hogy ilyenekkel szeretnének készülni a kollégák, tehát aki jön, szívesen látjuk a Noé sátornál. A másik sátor pedig a Noét mutatja be. Itt is a kollégáink készülnek kiadványokkal, tájékoztatókkal magáról az egyesületről, mert bár 15 ezer tagcsaládunk van, ahogy említettem, azért az, hogy minél többen megismernek minket ezzel, a mi értékfelmutatásunkat, a mi
gondolatainkat is meg tudjuk ismertetni másokkal, úgyhogy ez mindenképpen egy nagy lehetőség magának a Nagy Családosok Egyesületének is. Bízom benne, hogy nagyon sok fiatal lesz ott, fiúk is, lányok is, és abban is bízom, hogy ők is betévednek a sátorban, akik még a családalapítás előtt vannak, és esetleg foglalkoztatja őket ez a gondolat, vagy már megvan a párkapcsolatuk, de még a gyermekvállalásról nem döntöttek. Őnekik valami kedvező képet, mert sajnálatos módon azt tapasztalom, beszélgetve fiatalokkal, főleg lányokkal, hogy ez a kórházi művelet, ahol az orvos segítségével adnak életet a babának, erről olyan rémképeket őriznek, amitől nem túl lelkesek. Tehát óriási falak vannak, sztereotípiák vannak a fiatalokban. Hallottam ilyen beszélgetéseket fiatal lányokkal, és hogy talán egy gyermeket bemerek vállalni, mert más se halt bele, ezt konkrétan idézem. Tehát óriási munka vár ránk, vagy önökre, vagy mert azért nem csak önökre, nem csak önöktől várjuk, hanem mindannyiunktól, akik már családot alapítottak, és több gyereket neveltek fel, át kell adnunk az utódainknak, a követőinknek, a következő generációknak azt a csodát, amit a gyermek megszületése ad, és azt a másik csodát, amikor a második gyermek is megszületik, és mert egy teljesen más állapot, és hát azt is, hogy milyen azt a nagy családban élni. Az az igazság, hogy bárki lehet a tagunk, és bárki jöhet a rendezvényeinkre, ezek mind nyitottak. És én bízom benne, hogy sok nagy családos is lesz ott a rendezvényen, akik részben lehet, hogy már tagjaink, vagy csak hallottak a Noéról, de a fiatalok számára az egy nagyon-nagyon fontos és pozitív dolog, amit mi megpróbálunk megmutatni, hogy lehet boldogulni 3, 4, vagy 5 gyermekkel. Tehát én magam is 5 gyermekes édesanyja vagyok, de a harmadik után megijedtem, viszont ott volt a Noé közössége, és azt láttam, hogy 4, 5, 6, vagy még több gyermeket, 8 gyermeket is mertek vállalni, sőt 16 gyermekes családunk is van, és mindig megkérdeztem tőlük, hogy hogyan csináljátok. Szép lassan fordult a dolog, és azt vettem észre, hogy vágyódva nézek a várandós anyukákra. És utána még született 2 gyermekünk, és így is lehet boldogulni. Tehát ezt a mintát, ezt meg tudjuk mutatni, a tapasztalatok azok ott vannak nálunk, tehát ez az érték áramoltatás egy nagyon fontos dolog a szervezetünkben. Úgyhogy tényleg bárki lehet a tagunk, korábban volt várományos tagság is, már azoknak, akik házasságot kötöttek, és tervezik a gyermekeket. De például a programjaink között van a nagycsaládos esküvő szervezése, ide bárki jelentkezhetett 30 év alatti jegyes pár, aki azt szerette volna, hogy szervezzük meg az esküvőjét, idén 7 párt adtunk össze, 4-et Fehérvár Csurgon a Károlyi Kastélyban, 3-at pedig a Királyi Lovardában, és nekik is egy nagyon pozitív, és egy nagyon szép, és egy gyönyörű emlék lett, illetve vállalták azt, hogy megmutatják az országnak is azt, hogy ők még viszonylag fiatalon, de mernek elköteleződni, mert szeretik egymást annyira, hogy úgy érzik, hogy nem érdemes egymás nélkül élni a napokat és az életet tovább. Ez is gyönyörű kép, ahogy így elmondja, ez mindig lejátszódik a szemem előtt. Akkor akik oda látogatnak, azok közvetlen kapcsolatot léphetnek a Noéval, ugye? Tehát akár regisztrálhatnak, és nem tudom, megbeszélhetik, hogy az ország melyik régiójában hol, kivel kell nekik kapcsolatot tenni, vagy kapcsolatba kerülni ahhoz, hogy a saját kis életükben vezetve, segítve legyenek a továbbiakban. Az utolsó kérdésem, hogy a rendezvény után, illetve a rendezvényen tapasztaltakkal, a rendezvény követően készülnek-e az ősszel további programokra, és hogyha erről még egy pár mondatot, pár szót mondana, hogy mi az, ami esetleg nagy nyilvánosság elé tartozik a Noé őszi tevékenységéből? 2 olyan programunk van, amire készülünk. Az egyik, minden évben az Egyesületünk egy kultúrmissziót tölt be, és elmegy az ország különböző részébe, évente máshova, tehát tavaly például Nyíregyházán voltunk, ide ilyenkor 3-5 ezer ember az, aki összegyűlik, és
Együtt vannak a családok, ezt úgy hívják, hogy a nagycsaládosok őszi találkozója. Idén Városlőd felé megyünk, és ott lesz a 35. születésnapunk is. Tehát itt a családok, tehát 3-5 ezer családot várunk, de bárki jöhet, és szeretettel látjuk őket. Valóban sok nagy családost fognak látni, tehát olyan anyukákat, apukákat, akik éppen úgy gyalogolnak, hogy több gyerekük van, mint kezük, és ez egy izgalmas dolog, hogy ezt hogyan oldják meg. A másik pedig, hogy van egy szeretet ízei programunk. A nagycsaládos közösségeink már több mint 150 befőző automatát kaptak, részben az Egyesületünktől, részben pedig a Civil Összefogás Fórum támogatásával. És az volt a kérésünk eleve, hogy, tehát, hogy megőrizzük azt, ami ott van a fán, eltegyük egészséges élelmiszer jusson a család asztalára, de ezen kívül, hogy ajánljuk fel olyanoknak, akik ezt nem tehetik meg. Tavaly több mint 2300 üvegnyi befőtt paradicsomlé, zöldség, savanyúság, szörp gyűlt össze, és ezt 4 civil szervezetnek ajánlottuk fel. És már most mindenki ennek a lázában van, hiszen itt van a befőző szezon, tehát készülnek a finomabbnál finomabb dolgok a befőtes üvegekbe, és idén októberben is megrendezzük a szeretet ízei programunkat. Én bízom benne, hogy lehet, hogy már akár 3000 üvegnyi felajánlás is érkezik, amit tényleg egyszülős családoknak, olyan családoknak, akik lakótelepen élnek, akik anyagilag nem engedhetik meg, hogy befőzzenek és eltegyenek, azokat segítjük vele, és ehhez is bárki csatlakozhat. Nagyon szépen köszönöm. Én is. Kedves Katalin, akkor találkozunk augusztus 6-án és 7-én Ópusztaszeren, Magyarok Országos Gyűlésén. Találkozunk, és bízom benne, hogy minél több család eljön, és tartalmasan tudunk együtt tölteni 2 szép napot. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. A nézőknek köszönöm a figyelmet, nézzék továbbra is a Nexus Televízió műsorait, tudják, jogunk van az igazsághoz, és lehetőségünk van a nagy családhoz. Viszontlátásra!